Ezt úgy hívják, hogy fingerprinting, ezt a technológiát, amikor a különböző metainformációk alapján a website megpróbálja kitalálni, hogy és azonosítani az eszközt. Ugye ez nyilván ott azok az oldalak, ahol letiltják a kukikat, itt ez a módszere ugye lehetőség van arra, hogy továbbra is felhasználhat azonosítjuk az eszközöket. Ezt egyrészt a maga a Firefox böngésző is próbálja elkerülni, tehát ilyen problémák vannak. Ahogy például a legutóbb a Flash-nek volt egy ilyen probléma, hogyha a Flash-en keresztül nagyon sok mindenhez hozzáférsz JavaScript-tel, és hogyha egy megfelelő Flash file küldesz le a client gépére, stb. Tehát, hogy ebből is voltak problémák. A legviccesebb talán, nem tudom, hogy erre hallottatok-e, van ilyen, hogy a HTML5-ös canvas-t használva is lehetséges fingerprintet készíteni. Ez ugye ez úgy működik, hogy mindenki találkozott már mondjuk a Windows LCD kijelzőjének a clear type beállításával. Itt a kijelzőtökhöz és az LCD kijelzőtökhöz és a, nem tudom, az ízlésetekhez tudjátok szabni azt, hogy a kijelző megjelenő fontoknak az élesimítás az hogyan jelenjen meg. Most abban a pillanatban, hogy ezt beállítottátok és testre szoktátok, ezt a böngésző is használni fogja, például akkor, amikor szöveget írtok ki egy canvasre, majd ezt a szöveget a megfelelő élesimítási beállítások figyelembevételével, visszaolvasva a képpontok információit, legalább egy ilyen nagyon pontos képet lehet kapni egy felhasználó. Ezt ugye az orrákon működik, például hogyha képzeljétek el, hogy mondjuk tűzfal vagy hasonló egy darab IP cím mögött több gép van, akkor a gépeket ez alapján, az információ alapján meg lehet különböztetni. Tehát nagyon sok ilyen fingerprinting információ van természetesen. Egyrészt alapból is igyekezünk a Mozilla-nál ezeket a lehetőségeket minél inkább lecsökkenteni, de természetesen a privacy módnak pont ez a lényege, hogyha nem csak cookie-kkal, de hogy tényleg minden más módon se lehessen követni a felhasználó. Igen? Lehet, hogy nem mondok újat, most olvastam mindig egy kicsit arról, hogy az egérmozgást is lehet elemezni, milyen módon szoktam mozgatni az egéret, és egy weboldalon az egérmozgása, ez egy e-mail, ez bármikor feldolgozható, elküldhető. Olyannyira, hogy erre van konkrét egy magyar startup, akik most ezzel próbálkoznak. Tehát, hogy igen. Ha találkoztatok azzal a kapcsával, amikor igazából nem beírni kell a szöveget, hanem be kell x-elni, vagy pipálni egy kis checkboxot, hogy állnak el a bot, az például tipikusan olyan, hogy ezt a szegérmozgásokat fitelt egész odáig. Az összes olyan oldalon, ahol van, hogy fix van. Igen. Anonim, tehát privát hangérzés. Én azért így az oldalnak elküldtök valami speciális adat, hogy mi privátban szeretnénk böngészni. Valaki panaszkodott, hogy feleségnek vagy barátnőnek szeretett volna szülőnek a meglepetés, megpróbált privát böngészni, és be az Amazonon ajándékot vadászni, de hát az Amazon az megnézegette, hogy ezzel a fiókkal a csóka mit nézegetett. És hogyha normál böngészésbe is felnőtt az Amazon honlapjára, csak olyan reklámok meg ajánlások, hogy dömpingelték el, hogy valami korrupció az ilyen oldalakkal, hogy ezeket légy szíves mondjátok figyelmet. Pontosan. Igen. Tehát, hogy ez pontosan ez a probléma. Nyilván egyrészt valakik valamilyen szinten ezen kárban is találták ki, és találták fel a privát böngészés módot. Nyilván valaki belemkezik egy privát böngésző módban az Android, az Amazon fiókjába, az az égvilágos, amit nem lehet kezdeni. Tehát, hogy ez pontosan az a probléma, amit nem lehet másodszor edukációval megoldani. De igen, de hogy ez azért nagyon sokszor megjelenik úgy is, hogy az ember meglátogat egy weboldalt, és utána az összes napjogom hirdetés a már nem, de ennél napja vagy hete meglátogatott weboldal cikkét reklámozza, tehát hogy ezzel mindenki találkozott már. Ezzel nem például véd ez a funkció, de hogy mindent teljesen nem sárkány ellen, sárkány fő, illetve minden ellen fő. Igen? Ha van még kérdésed, itt leszek, úgyhogy nyugodtan tegyétek fel. Köszönöm.